Van olyan, amikor felkapnak egy bizonyos kifejezést, és akkor mindenki elkezdi azt a kifejezést szajkózni. Boldog-boldogtalan, és azt sem tudják, hogy mit jelent. És most is van egy ilyen. A szinguralitás, illetve a szingularitás. Most ezt nagyon felkapták. Nekem mondjuk nem új. Kevés van, ami új. Mert én ezt a kifejezést már a Matrix első részében is hallottam. Csak én meg tudom, hogy mit jelent ez a különbség. A szingularitás az az, amikor valamiről nem tudod, hogy mi van benne. És miért nem tudod, hogy mi van benne? Mert nem látsz bele. És miért nem látsz bele? Mert nem veri vissza a fényt. És miért nem veri vissza a fényt? Mert elnyeli. És miért nyeli el? Mert túl nagy a tömegvonzás. És mi van a fekete lyukban akkor? Nem tudjuk. És miért nem tudjuk? Most mondtam el. Mert tanulni kellett volna. Azért. Van az eseményhorizont. Az egy nagyon jó dolog. Az eseményhorizont. Mert odáig látunk el. Annál tovább nem lát senki. Meg mit is akarnál ott látni? Nincs ott semmi látnivaló. Ha neked mondjuk meg lenne a lehetőséged, hogy belemenj egy fekete lyukba, én azt neked nem tanácsolnám. Viszont ha te meg mégis belemész, annak ellenére, hogy én szóltam neked, hogy ne menj bele, akkor én azt, amikor te belemész, soha nem fogom látni. Érted, ugye? Pedig te már régen belementél a fekete lyukba. Én meg még mindig azt a pillanatot látom, amikor belemész. Nem érted, ugye? Mert a fizika órán kicsit jobban oda kellett volna figyelni. Én a rólad visszaverődő fényt, az csak az esemény horizontig látom. Mivel a fekete lyuk már nem enged ki fényt, hanem elnyeli. Az előbb magyaráztam el. Ezért rólad onnantól már nem verődik vissza fény, amit én láthatnék. Ezért mit fogok látni rólad? Egy állóképet! Arról a pillanatról, amikor te oda belépsz. Hát én azt meg nem fogom sokáig nézegetni, mert nagyon uncsi, hanem inkább elmegyek onnan. És azt is megmondtam, hogy nem kellene belemenni. Meg gondolom, meg már felhívni se fogsz tudni. Hát nyilván, hogy nem. Egyszerű a történet, ugye? Hát annak, aki odafigyelt a fizika órán. Hát én odafigyeltem, mert én ötös voltam fizikából. És éppen azért értem is az egész szingularitást most. Hagyjuk is a témát, jó?